Márk evangéliuma 4. részének 35. versétől a következőt olvassuk. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, és pedig az Úr Jézus a tanítványaihoz. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, Hallgass el, némulj el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Eddig ír Isten. A kedves testvéreim, most igazából ebben a szakaszban folytatódik az a történet, ami a 4. fejezet elején kezdődött. Mert ugye akkor olvastuk azt, hogy az Úr Jézus beszáll egy hajóba, ugye kicsit távolabb a sokaságtól, kezd tanítani, és ugye ehhez kapcsolódik az az öt hasonlat, az az öt példázat, amiről elég részletesen beszéltünk. És ugye már mondtam, hogy nem biztos, hogy mind az ötöt abban a napon elmondta az Úr Jézus, mert az is lehetséges, csak egyszerűen nem tudjuk. A lényeg az, hogy az Úr Jézus elég hosszasan tanított. Tanított, 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 és ugye a történet azzal kezdődik, hogy igazából már esteledik. És érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra, de úgy mondja, hogy ugye ki sem száll a hajóból. Hát így külön szól a tanítványoknak, hogy na, bocsánatot kérek a sokacságtól, de nekünk még dolgunk van, ugye máshol, ugye ovális úgy nagyjából ez a tenger, tehát pontosan hol van ez a túlsó part, az ebből a szakaszból még nem derül ki. Mert ugye, ha itt állok, akkor az is túlsó part, meg az is túlsó part, ott attól függ, hogy hova akarok menni, egy ovális tenger partjára. De majd a következő történetből kiderül, hogy az Úr Jézusnak sürgős dolga van. Valakivel találkoznia kell. Ezért itt ugye ki sem száll a hajóból. Nehogy még kérdéseket tegyenek föl neki, vagy betegeket vigyenek oda. Most nagyon sürgős dolga van az Úr Jézusnak, neki valahol lennie kell, majd holnap reggel. Ezért a tanítványok ugye küldik el az embereket, beszállnak a hajóba, és hát úgy viszik az Úr Jézust, ahogy éppen van a hajóban. És ahogy olvastuk, volt még más hajó is, ami ugye azt jelenti, hogy ahogy olvastuk is a 4. fejezetben, hogy az Úr Jézusnak itt nem csak 12 tanítványa van, hanem itt még többen vannak a tanítványok. Ugye majd később elhagyják az Úr Jézust, és a végén ugye már csak a 12-vel eszi az utolsó vacsoráját, de itt még többen vannak, akik követik az Úr Jézust hajóval. És egy viharba keverednek. Ez a Galileai tó, egy elég veszélyes tó igazából, tehát ha ott egyszer felkel a szél, hát akkor olyan, mint a Balatonon, ugye, akkor abból elég gyorsan vihar lehet. Lehet még záporral, zivatarral is. De az Úr Jézus ugye, hát egész nap tanított, ő hátul ment, a hajó farába van, ahol ugye a kormány van, a kormánybot, és talált ott egy vánkost, ugye, egy párnát, gondolom ez az a párna, amin a kormányos szokott ülni, de az Úr Jézusnak adtam, mert ugye egész nap tanított, arra lehajtotta a fejét, és ő aludt, amikor
megkezdődött ez a szélvihar, lehet, hogy záporral, zivatarral. Hát ugye egy gyakorlott halászokról van szó. Ezek a tanítványok láttak már vihart ezen a tengeren, csak ez most olyan vihar, amit hát nagyon ritkán láttak. Ugye azt olvasuk, hogy már kezdett megtelni a hajó. Ugye lehet, hogy esővízzel is, de ugye tengervízzel is. A szél fölkorbácsolta a vizet, és ők úgy látják, hogy hát ez most olyan vihar volt, ebből nem tudunk menekülni. És lehet, hogy ugye már előszedik a vödröket, próbálják még kiönteni a vizet a hajóból, hát ha valahol partot érnek, és egyszer csak látják azt, hogy hát ott hátul szépen alszik az Úr Jézus. És oda mennek, és hát ugye igazából mondhatjuk azt, hogy csak egy kérdést tesznek fel neki. Felkeltik, és azt mondják, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? De ugye ez nem kíváncsiskodás. Ez nem úgy van, hogy szépen oda mennek és felnek egy kérdés, hogy vajon az Úr Jézus most erről a helyzetre mit gondol? Ugye ebben vád van, ebben a kérdésben. Lehet egy kérdést úgy feltenni, hogy ez nem is kérdés, hanem szúrás. Ugye? Nem is. Hát lehetne azt mondani, hogy szemrehányás, de ez már nem szemrehányás, amit itt mondanak az Úr Jézusnak, ez így hátba döfés. Gyakorlatilag ők adottnak veszik azt, hogy meg fognak halni. Elvesznek. Ugyan nem az a kérdés nekik. Tapasztalt hajósok, tapasztalt halászok, tudják, hogy a hajó mit bír el, hát úgy látják, hogy a hajó már nem fog sokkal többet kibírni, ugye? Hát a viharban lehet, hogy a többi hajója közelbe sincs, hát kiki majd lehet, hogy meg tud fogni egy fadarabot, és akkor lehet, hogy meg fog maradni, de annak is kevés az esélye. Így látják a tapasztalt halászok. Nem az a kérdés. Csak úgy látják, hogy hát az Úr Jézus ott alszik. És valahogy ugye a kérdés úgy szól, mintha az Úr Jézus szánt szándékkal aludna ott a hajón. A kérdés úgy szól, mintha amikor éppen elkezdődött a vihar, az Úr Jézus fogta magát és elment aludni. De ugye ez Jónás története. Ugye a Bibliában van olyan történet is, amikor valaki fogja magát és elmegy aludni, mert tudja, hogy ugye ő a bűnös, tudja, hogy ő miatta van ez a vihar. De hát az Úr Jézus nem Jónás. Nem szánt szándékkal ment el aludni, amikor kezdődött a vihar. Ő egyszerűen fáradt volt. De a tanítványok ebben valami nagyon nagy rosszat látnak. Hát nem törődsz vele, hogy elveszünk. És akkor ugye, hogy kezdik ráadásul? Mester. Szó szerint azt mondják, hogy tanító. Ugye rabbi. Ugye ők a tanítványok. Ők még csak tanulnak. Akkor ugye még igazából ebben a mondatban, ebben a kérdésben az is benne van, hogy és te most milyen példát mutatsz? Hogy mi itt ugye dolgozunk, mint a, hát mondjuk úgy, mint a katonatiszt, vagy az állat, vagy amit akarunk, mi itt próbáljuk menteni a menthetőt, te meg alszol, te nem csinálsz semmit, és te vagy a mester, a rabbi, te vagy a példa. Egy szóban, ugye? Szeretetlenséggel vádolják az Úr Jézust. Azt az Úr Jézust, aki ugye éppen tanított az Isten országáról. Aki elmondta, hogy kicsiben kezdődik, de nagy lesz az még. Aki beszélt a magról, amely ugye meghal a földben,
hogy valami gyümölcsöt teremjen. És érdekes, hogy az Úr Jézus úgy nagyjából fordított sorrendben válaszol a kérdésre. Ugye a végén kezdi a választ. A tanítványok adottnak vették, hogy meg fognak halni. Elvesznek. Szóval az Úr Jézus ugye föláll, és parancsol a szélnek. Parancsol a tengernek. Hallgass el! Némulj meg! És csönd lett. Ugye ezért akartam mindenképp a 89. Zsoltár 5. versét énekel tetni a mai napon. Mert akkor érezzük, ugye énekelték a zsoltárokat a zsidók is, meg olvasták is azért elég rendesen. Ők tudták, hogy Isten az, aki parancsol. Lenyomja ugye a tengert, legottan. És ezt teszi az Úr Jézus. Rabbi. Hát nem csak rabbi, rabbiból volt elég. Elég sok abban az időben. Nem rabbi. Hát kinek szóltak azok? Hát annak szóltak, akiben állandóan munkálkodik az Isten ereje. Ugye beszéltünk róla többször. Ezek a tanítványok látták a gyógyulásokat. Ők tudták, hogy kihez fordulnak. Tudták, hogy ez a Jézus nagyon különleges dolgokra képes. Némelyek ugye ott voltak a zsinagógában, amikor az Úr Jézus kezdett tanítani. Az első fejezetben benne van ez. Amikor az Úr Jézus elkezdett tanítani az Isten országáról, és valaki ugye föláll a zsinagógában, és kezd visszabeszélni. Mi közünk hozzád? Te meg akarsz bennünket ölni? Ugye az Úr Jézus utána lehet nézni, és a prédikáció is fönt van még az interneten. Amikor az Úr Jézus ugye a kegyelemről beszél, és valaki föláll, és azt mondja, hogy hát itt csak a halálról volt szó. Miért mondta ezt az illető? Hát ugye, mert tisztatalan lélek volt benne. Nem ő maga mondta. Ő csak eszköz volt. És mit mondott az Úr Jézus annak az embernek, aki ugye ott a zsinagógában az Isten népét akarta félrevezetni? Azt mondta, hallgass! De ugye nem csak egy ember lehet eszköz abban, hogy zavarba jövünk, hogy félreértjük Istennek az üzenetét. Itt egy vihar. És az Úr Jézus ugyanazzal a szóval lecsendesíti a vihart. Azért, mert ebben a vihar valami üzenet van, úgymond. Valami szól a viharból. Nem tisztatalan lélek, nem hiszem, hogy az Úr Jézus azt akarta közvetíteni. Csak ez a viharos szél, ez a borzasztó életkörülmény, az valamit suggal. És hogy ott van a gyökér. A vádoló kérdésnek a gyökere. Az Úr Jézus a fordításunkban így mondja, miért féltek ennyire? De itt nem egyszerű félelemre kell gondolni. Az Úr Jézus itt csüggedésről beszél. Miért vagytok csüggedők? Azt mondja az Úr Jézus. Máshol a Bibliában úgy fordítják, hogy gyávák, de a gyáva nekünk más jelent. Tehát maradjunk a csüggedésnél. A csüggedés ugye az, hogy annyira félek már, hogy elveszítem a bizalmamat.
Elveszítem a reményemet. Ez a csüggedés. Ugye ez igazából a depresszió előtt lehetne ugye az utolsó stáció. Csüggedés. És erről beszél az Úr Jézus. Többször beszéltünk róla, hogy mi a hit. Ugye a hit az, hogy Isten szól hozzám. Én meg szívből, szeretetből igent mondok arra, amit az Isten mond nekem. Miért? Mert szolga vagyok. Rabszolga. Vagy robot. Nem tehetek mást? Nem. Azért, mert én tudom, hogy milyen nagy megtiszteltetés, hogy a világ ura hozzám szól. A saját képére teremtett engem is. Be akar vonni engem az ő munkájába. Bár én tudom, hogy nem vagyok senki. De tudom nagyon jól, hogy oly sok mindent elrontok, amikor az Isten engem bevon az ő munkájába. Tehát ő szólt. Ő szólt, hogy gyere! Gyere, segíts! Nem azért, mert ő nem tudja, hanem azért, mert nagyon jó együtt csinálni. És így tanul az ember. Ugye ez a hit, hogy Isten szólt nekem, és ezért én teljes szívből megbízom benne, hogy amit ő mond, az jó lesz. Nem csak nekem, hanem másoknak is. És itt ugye a történetben az történt, hogy éppen azt veszítették el a tanítványok. Megtapasztalták ugye ezt a borzasztó szélvihart. És látják, hogy az Úr Jézus alszik. És elveszítették a bizalmukat. Ott, helyben. Nem törődsz velünk. Neked 8. Neked mindegy. Nem is szeretsz bennünket. És ugye nagyon érdekes, hogy amikor felkeltik az Úr Jézust, nem az történik, hogy hát akkor az Úr Jézus is ugye vesz egy vödröt, és segít kiönteni a vizet. Ugye nem. De az se történik, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy gyerekek, akkor most hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Ugye nem? Hanem az Úr Jézus megmutatja nekik újra, hogy ő kicsoda. Megmutatja, hogy ő, mint rabbi, mint mester, aki elhívta őket, hogy ő egy megbízható ember, akiben munkálkodik az Isten ereje. Ugye, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy miért nincs hitetek, akkor az Úr Jézus a benne való hitről beszél. Azt mondja ugye ebben a szintén kérdésben, hogy nem is tudjátok, hogy ki vagyok? Nem tudjátok, hogy ki szólt nektek? Nem tudjátok, hogy kit követtek? Azt gondoljátok, hogy én szeretetlen vagyok? Hogy nem törődök azzal, hogy ki miben van? Ugye nem az volt a gond, hogy szóltak Jézusnak. Az volt a jó, hogy végre addig jutottak el a tanítványok, hogy felkeltették az Úr Jézust. Azzal volt a gond, hogy milyen lelki állapottal szóltak az Úr Jézushoz. Milyen hozzáállásból, amikor már elveszítették a bizalmukat. Amikor azt gondolták, hogy az életkörülmények erősebbek az Istennél. Amikor már azt gondolták, hogy a nehézségek hatalmasabbak, mint az Isten. Amikor már azt gondolták, hogy hát a gonosz mindig legyőzi a jót.
Ugye, kedves testvérem, nem az volt a gond, hogy féltek. Vannak félelmetes helyzetek a mindennapi életben. Történnek félelmetes dolgok még jó emberekkel is. Elég beteges lenne, hogyha valaki ilyenkor nem félne. De amikor az ember észreveszi, amikor az Isten gyermeke észreveszi, hogy olyan hatalmak vannak most körülötte, amelyek elő nem fog tudni megbirkózni, akkor egy válaszút elé állunk. Akkor el kell döntenünk, hogy most hagyjuk, hogy az életkörülmények elvegyék a bizalmunkat az Istenben, az Úr Jézusban. Most hagyjuk, hogy a legyőzött ellenség azt csugalja nekünk, hogy de mégis ő az erősebb. Hagyjuk, hogy az a gondolat erősödik meg bennünk, hogy de a vége úgyis rossz lesz. És mindenkinek tök mindegy. És én már feladom, és már én sem fogok semmit se csinálni. Ugye ez az a bizalomvesztés, amiről az Úr Jézus itt beszél. Hova jutottatok? Ez az Úr Jézus kérdése. Amikor észreveszünk, hogy kezdünk félni, már akkor kell odarohanni az Istenhez. Mert ismerem. Mert eddig is segített. Mert az eszemmel tudom, hogy az Úr Jézus legyőzte a gonoszt, még a halált is. A szívemmel nem mindig érzem. De az eszemmel tudom. Ismerem azt, aki elhívott engem. És amikor kezdek félni, akkor nem akarok a csüggedésbe kerülni. Hanem kérem az Úr Jézus segítségét, hogy győzni tudjak. Hogy ne legyek legyőzött. Ez egy nagyon fontos dolog, kedves testvéreim. A Jelenések könyvében, a 21. fejezetben két érdekes mondat van egymás után. A 7. és a 8. vers. Így szól ez a két vers. Ugye az Úr Jézus mondja, János csak látta, János apostol csak leírta, hogy mit mondott az Úr Jézus. És ez a két mondat van ott egymás után. Azt mondja, aki győz, örökölni fogja mindezt. És akkor az új ég és az új földről van szó. És Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazuknak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És akkor az Úr Jézus, hogy nagyon sok borzalmas dolgot sorol fel. De az elsőre kell figyelni. Aki győz, az részesül az örök életben. És akkor sorban ugye mondja az Úr Jézus a veszélyeket. És az első veszély, hogy az új fordítások azt mondja, hogy ez a gyávaság. De ez ugyanaz a szó, amit az Úr Jézus ott használ a vihar után. A csüggedő, a bizalomvesztett ember, aki hisz is az Úr Jézusban, meg nem is.
Van-e olyan ember? A teológusok tudnak erről vitatkozni. 10 évig, 5 évig, aztán ugye 15-en doktorálnak róla, és mind a 15 ugye disszertációban más a válasz, és aztán újra ugye kezdenek vitatkozni egymással. Nincs értelme erről elméleti szinten vitatkozni. Mondok egy megtörtént történetet. Mert ugye mindig a valóságban látjuk meg, hogy az Isten igazságot mond. Nagy apám presbiter volt református gyülekezetben Hollandiában. És az ő körzetében valaki haldoklott. És tudták, hogy az asszony valóban meg fog halni néhány órán, vagy lehet, hogy egy napon belül. És oda hívták a lelkészt. És a lelkészsel együtt odament a nagyapám is. Mind jó presbiter és körzetfelelős. És ott beszélgetnek az asszonnyal. Énekelnek egy zsoltárt. És a lelkész a végén azt mondja, hogy akkor még imádkozzunk. És érdekes volt, hogy a néni végig a takaró alatt tartotta mind a két kezét. Hát ugye a beteg ember ugye lehet ki tudja, hogy mi hol fáj neki. De a végén azt mondta a lelkész, biztos, hogy a Szentlélek sugallatára azt mondta, hogy akkor most tegyük össze a kezénket és imádkozzunk. És a néni visszakérdezett. De tiszteletesen, nem lehet így is imádkozni? És a lelkész valamit érezhetett, és azt mondta, hogy tegyük össze a kezeinket. És a néni nem akarta. És nem értették. És a lelkész fölhajította a takarót. És tudjátok, hogy mit látott? A néni mind a két kezével fogta az aranyait, az arany ékszereit, az arany pénzét, és mindkét kézzel fogta. Ez az élet! Ez az a gyávaság, csüggedés, amiről itt beszél az Úr Jézus. Amikor az ember a halálos ágyán úgy akar imádkozni, hogy közben a két kezével fogja az aranyat. Akkor most már nem kell elméletről beszélni. Ugye most már a gyakorlatról kell beszélni. És nem a tanítványokról kell nekem itt beszélnem. Ugye? Itt rólunk van szó. És itt nem az a kérdés, hogy ha egyszer ilyen csüggedő voltam, akkor soha nem jutok a mennybe. Ugye? Soha nem arról van szó. Minden bűnre van bocsánat az Úr Jézusnál. Ha egyszer elmondom neki. Mindig az a kérdés, hogy az adott pillanatban is bízom-e benne? Az adott pillanatban hogy cselekszem? A mában, most? Őt követem, vagy nem őt követem? A nagy kérdés az, hogy a szívem milyen? Nem az a kérdés, hogy félek-e valaha. Remélem, hogy néha-néha félsz. Lehet, hogy még magadtól is néha-néha. Kérdés az, hogy a csügedésig megyek-e, vagy meg tudok-e állni? Meg tudok-e állni, és nem vádoló módon, hanem bizalommal fordulok az Úr Jézushoz, és mondom, Úr Jézus, én úgy látom, hogy elveszünk. Te mit mondasz? És akkor nem biztos, ugye, hogy a vihar le fog csitulni. Később ugye Pál apostol hajótörést szenved, de megmenekülnek azért. Vagy az is lehet, hogy az Úr Jézus azt fogja mondani nekünk, hogy most már hozzám jössz.
hogy a sablonválaszt én nem fogok adni itt. Mert a hívő ember nem elégszik meg a sablonválasszal. A hívő ember az Úr Jézus válaszára kíváncsi. Uram, mit csinálsz? Uram, te hogy látod? Uram, tudok valamiben segíteni? Hol a hitünk? Ugye ez itt a kérdés. Van hitünk? Van ilyen hitünk? És újra mondom, nem baj, ha most arra jöttünk rá, hogy csüggedés van az életünkben, lehet, hogy nem is egy-két területen. Az jó, hogyha rájövök. Mert akkor oda mehetek ezzel a csüggedéssel, ezzel a félelemmel az Úr Jézushoz. És kérhetem az ő segítségét. És akkor győzni fogok. Ami nem úgy néz ki, hogy akkor majd én is parancsolok a szélviharnak, van ilyen elképzelés is bizonyos felekezetekben, nem arról van szó, hogy így tudok győzni, mert ugye ez az Istennek a munkája, az ereje. De úgy tudok győzni, hogy nem leszek gyáva. Úgy tudok győzni, hogy az Úr Jézus segít nekem szent lelke által, hogy a jóval le tudjam győzni a rosszat. Mert a hitünknek ugye ez az alapja. Egyedül nem vagyok képes rá. De erre hív engem az Úr Jézus, erre tanít engem az Úr Jézus, ebben segít nekem az Úr Jézus. Hát ha ez a dolgunk, kedves testvéreink, akkor csináljuk is meg. Amen.